Jó estét kívánok! Megkérem, hogy a mobiltelefonokat adják le a kijáratnál az erre gyűjtött dobozban. Nem, azért ennyire radikális párt nem vagyunk. Már-már vállalhatatlanul mérsékeltek vagyunk, de most csak arra kérem önöket, hogy némítsák le a telefonjukat, hogy közben ne érjenek minket ilyen humoros meglepetések. Tisztelt hölgyek és urak, és aki még nem döntött el, szeretettel köszöntök mindenkit, aki akár személyesen jelent meg, akár előadásunkat az interneten követi nyomon, és még kitüntetettebb tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, aki Nemzeti sorskérdéseink az ige fényében címmel a nem éppen polkorrekt, már-már revizionista, sőt, hát tagadhatatlanul revizionista felhangú hazatérés református templomának lelkipásztora, a Horthy Miklós Társaság elnöke, itt most a Horthy Miklós, egykori Horthy Miklós 90 út 96 szám alatti irodánkban, a Fekete István Szabad Egyetemen, tehát református lelkipásztor vendégünk, és még egy meglepetés vendégünk, foglaljon helyet. Szóval szeretettel köszöntöm Hegedűs Lórántot. Kedves magyar testvéreim, különös érzés fog el, hogy itt lehetek ezen a helyen, bár hát a nemzeti radikális hőskorszakom után már egyszer volt erre módom és lehetőségem, éppen Novák előtt jó voltából, aki összehozta a mi épes nosztalgia találkozót, és hát ilyenkor sok minden szükségképpen az ember emlékezetébe feltolul, és arra gondol, hogy bizony az a bizonyos hőskorszak az komoly mély alapozás volt a magyarság szempontjából, hogy egyáltalán tudunk még úgy együtt gondolkodni, hogy legyen értelme mondjuk egy ilyen előadás címnek, hogy nemzeti sorskérdéseink, pláne az ige fényében. Sok mindent én úgy vélem, hogy nem lehetne megtenni Magyarország és a magyarság nevében, hogyha a Csurka Istváni alapvetés érvényesülne, és itt nem természetszerűleg rá, mint pártelnökre gondolok, hanem mint nemzeti radikális gondolkodóra, aki valójában véve Szabó Dezsőnek a nemzeti radikalizmusát aktualizálta egy olyan időszakban, amikor utat kellett mutatni a magyarság számára. És mindig a írástudók felelőssége az, hogy ez a bizonyos útmutatás, ami szükségszerűen elviszintű, az milyen gyakorlati következményekkel jár. És hogyha az elv és a gyakorlat az eltávolodik egymástól, az szükségszerűen bukásra ítéli a gondolat érvényesülését is. Noha a gondolat attól még igaz volt, és igaz mind a mai napig, mert bár elmondhatnánk azt, hogy az akkori nemzeti radikális alapvetés az beteljesült volna fősodratban a magyar közéletben. Az, hogy bizonyos részei beteljesülni látszanak, vagy inkább látszódtak egy ideig, és reméljük azt, hogy nem kell lemondanunk arról, hogy a végső cél irányába tudjunk együttesen haladni, az már azokon múlik, akik a korábbi nemzeti radikális gondolatot itt és most a jelenben tovább viszik. Hát egyetlen egy írásos idézetet engedjenek meg a testvérek a előadásom elején, utána nem fogom használni, én sem a mobilomat ígérem. A következő,
mondatot szeretném előre bocsátani. Nagy magyar gondolkozóknak én azokat tartom, akik a körülöttünk lévő helyzet természetét felismerték, fogyatkozásai ellen értelmükkel küzdtek, és a magyarság elé hivatását megfejtő célokat tűztek ki. Ez a gondolat, ez nem Szabó Dezsőjé, igaz, nem is Csurka Istváné, hanem azért a Németh Lászlóé, akinek a gyűjteményes kötetét, amit ő maga állított egyébként össze még a 70-es évek elején, a 1927 és 1943 közötti idevágó írásaiból sorskérdések címmel jelent meg aztán az ő kötete. Úgy vélem, hogy nagyon nehéz egy ilyen veretes alapvetés után egyáltalán venni a bátorságot arra, hogy bárki nemzeti sorskérdéseinkről szóljon. De hát muszáj vennünk a bátorságot, mert hogyha még erre sincs bátorságunk, akkor hogy lenne bátorságunk arra, hogy megoldjuk ezeket a sorskérdéseket. Előjáróban ennyit gondoltam felvezetőként, és akkor gondolnám, hogy ne nyúljunk túl hosszúra, vágjunk a közepébe, hogy mi az, ami együtt gondolkodásra kellene, hogy késztessen bennünket a jelen Magyarországán, illetőleg a magyar nemzet közösségében. Ha a sorskérdés magát nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy nekünk nem kell magyarázni, hogy bizony vannak húsba vérbe vágó gondjaink és problémáink, és valójában mivel tulajdonképpen ezek a sorskérdések, amik egzisztenciálisan érintenek bennünket, nem személy szerint, hanem közösségként, népként, nemzetként. De van, aki tagadja, hogy lennének nemzeti sorskérdéseink. És sokszor olyanok, akik egyébként magukat nemzeti oldalra tartozónak vérik és sorolják, és úgy gondolkodnak, hogy hát nem szükséges tekintetben külön magyar nemzeti sorsról beszélni, hiszen általában véve kell a nemzeti elkötelezettséget képviselni, a nemzeti identitást szolgálni, de tekintetben nincsen olyan speciális kihívás, ami kifejezetten bennünket érintene. Kérem szépen, akik így kívánnak nemzetben gondolkodni, azok valójában véve a nemzeti gondolatot is nemzetköziesítik, és már ezáltal gyakorlatilag feladják a lényegi küzdelmet, amelyet sorszerűen magyar emberként vállalniuk kellene. Csóri Sándor mondta annak idején, hogy a magyarországi kommunizmus volt a legelnemzetietlenítőbb kommunizmus, mert aki itt kommunistának vallotta magát, attól azt is elvárták, hogy megtagadja felmenőit, az, hogy hitét megtagadja, az alapjáraton következett ugye a kommunizmus kategorikusan ateista ideológiájából, és gyakorlatilag a nemzeti mi voltának a anulálásával járt együtt a kommunista mozgalomba történő beilleszkedése, illetve az előmenetele. Szemben a úgynevezett utódállamok, Trianon révén utódállamokká vált országok többségi nemzeteivel, akik többségivé lettek téve a trianoni békediktátummal, majd pedig a még rettenetesebb 40-es párizsi békeszerződéssel. Ott a cseh és a szlovák azt próbálta bizonyítani kommunistaként is, hogy ő a legcsehebb és a legszlovákabb. Ugyanezt tette a román kommunista is, hogy ő a legrománabb, a szerb kommunista is, hogy ő a legszerbebb, és így tovább. És hányszor hallottuk azt ugye a Kádár rendszerben, hogy meg se szólaljunk a határon túli nemzet testvéreinkért, véreinkért, mert hát ők vannak ott, és rajtuk csattan majd a ostor. És ezzel a suttogó propagandával kimondhatjuk, hogy elérték, nyilván nem csak ezzel, de
ez volt a legmélytejezőbb és lelket mérgezőbb, hogy a magyar társadalomnak a nemzetben gondolkodó része is ott is elkezdett óvatoskodni, ahol nem lett volna szabad. Gyakorlatilag kiszolgáltattuk a határon túli véreinket a szomszédos nemzetek nagyét vágyó nacionalizmusainak. És ennek lett a következménye az, hogy az ősonos magyar lakta település rendet megbontották, erőszakos betelepítéssel. Persze volt ebbe iparosítás, de ez is célzottan történt ezeken a részeken. És ilyen értelemben a magyar nemzeti önrendelkedés, ami még biztosítható volt, ha már Novák előd említette Horthy Miklós idején, az általa megvalósult békés revízióval, az első meg a második bécsi döntéssel, az ma már aligha lenne egyszerűen kivitelezhető, pontosan ezen térvesztésünk okából. De azóta kiderült az is, és ez is a mi nemzeti sorskérdésünknek a döntő veleje, hogy még így is lenne nekünk esélyünk e tekintetben visszaszerezni azt, ami ősi jussunk, amit a mindenható Istentől nyertünk, azt a szülőföldet, azt az anyaföldet, amelyről elmondhatjuk, én számtalanszor mondtam ezt mi épes rendezvényeken is, de ezt már csak nosztalgiából is hadd idézem föl, hogy nem volt még nemzet, mely annyit áldozott volna Istentől nyert földjének megtartásáért, mint éppen a magyar, és nem volt még nemzet, mely annyira könnyedén mondott volna és mondana le ezen ősi örökségéről, mint éppen a mi népünk. Ez egy hihetetlen ellentmondás, és sajnos ez továbbra is így van. Még akkor is, hogyha küzdünk rendületlenül, és most is van azért, hál' Istennek egy nemzeti radikális gyűjtőpárt, a Mi Hazánk, amelyik ilyen értelemben a magyar föld kérdését napirenden tartja, és fontosnak tartja, hogy e tekintetben a nemzeti érdekek érvényesülhessenek. Egyre nehezebb, teszem hozzá. Nehezebb, mint a mi épes időben volt annak idején. Nos, egy bizonyos, hogy trianoni méretűre kívántak bennünket fogyasztani, és ez fokozatosan halad előre, mert lenne esélyünk nekünk még önrendelkezésre és revízióra is a határon túli település rend tekintetében a még tömb lakta területek megbontása után is, ha itt egy életerős csonkahonbeli magyarság volna. Tehát tudjuk jól, hogy nem ez a helyzet. Annak idején én magam is egy kezemen meg tudtam volna számolni, hogy kik voltak azok a referencia értelmiségiek, akik azt a fajta látást, amit Németh László fogalmazott meg, minőségi igénnyel a nagy magyar gondolkozók kapcsán, valóban képviselték, és következetesek is voltak. Mennyire gúny tárgyává tették ezeket az embereket. Gondoljunk csak Fekete Gyulára, Vérei magyar kannibálok, hogy ha behívták egy tévéműsorba, minden eszközzel hogy próbálták őt megalázni, és gúny tárgyává tenni a kijelentéseit. Pedig alapvető igazságokat fogalmazott meg. Egyházi vonalon, bíró püspök úr, például római katolikus részről, református részről pedig édesapám képviselte ezt. Többen mondták is, hogy hát miért kell ezt állandóan napirenden tartani, akár még ige hirdetésekben is. Miért kell erre mindig visszatérni? És ebben tökéletesen igaza volt édesapámnak, hogy lehet, hogy az, aki már fölfogta ezt az üzenetet és elfogadta, számára már unalmasnak tűnik, de minden alkalmat meg kellett ragadni ebben a sorskérdésben, egy olyan időszakban, amikor gyakorlatilag nem maradt más jóformán, mint kinek-kinek a saját hivatásbeli szűk területe, édesapámnak, amikor már mindenhonnan kiebrudalták a közegyházi tisztségeiből, a hazatérés temploma szószéke, hogy ezt a prófétai üzenetet újra és újra hangoztassa. Hogy tovább adja, tovább vigye. És amikor felolvassam ezt a Németh László idézetet, hozzátenném ehhez azt, hogy
Ezt megelőzően közvetlenül arról beszél Németh László, hogy meggyőződése az, hogy író az csak rossz politikus lehet. Hát Csurka István nyilván ezt vitatta volna, ma már sokan viszont vitatnák Csurka István kritikáját Németh László ezen állítása kapcsán, de itt nem is ez a lényeg, hanem az, amit Németh László ennek kapcsán megállapít, nevezetesen, hogy ő nem is azzal az igénnyel lépett föl, hogy a gondolatait az gyakorlati szinten realizálja, hanem ő azt mondta, hogy ő gondolkodóként azt kívánja tenni, hogy az alapvető gondolat az előbb-utóbb eljusson az emberi elmékhez, szívekhez, lelkek legmélyéig tudja beidegzeni az alapvető igazságot, hogy aztán utána az elkezdjen dolgozni az emberekben, és aztán ebből az végül gyakorlati megvalósulás lesz azok részéről, akik mondjuk jó politikusok, akik jó közéleti szerepvállalók, akik a politikai társadalmi akaratképzés különféle területein Istentől nyert tehetségükkel realizálják, gyakorlati szinten apró pénzzel váltják azt, ami alapvető elvi igazság. Vagyis alapvető szellemi látás az, azóta, mióta ige szól, Istennek a szava, hogy mindent először ki kell mondani ahhoz, hogy esélyünk legyen arra, hogy érvényesülni tudjon. És hogy nem elég egyszer kimondani, kérem szépen, hanem azt, ha alapvetően felismertük, mint igazságot, akkor jóbornak is kell a cégér alapon minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy ez az igazság érvényesülni tudjon. Egyfajta jó értelemben vett propagandistáivá válunk annak, amit Isten kijelentése szerint jónak, igaznak és szépnek tudhatunk be. És van objektív igazság, szépség és jóság, ezt a hitembere tudja, hogy nem lehet mindent szubjektivizálni. A mai ember ebben követi el a legdöntőbb irányvesztést, hogy mindent a saját szubjektív szemléletén keresztül kíván nézni, és azt gondolja, hogy azért, mert neki valami jó, valami szép, valami igaz, akkor onnantól kezdve az így is van, és tulajdonképpen mindenkinek valójában véve így kéne mindezt látnia. És kiderül aztán, hogy egyáltalán nem így van. Vagy ahogyan a Visz mondja, ugye, hogy egy ember szágult szembe az autópályán, és bemondják ezt a rádióba, és hallgatja egy autóvezető is, fel is hangosítja a rádióját, hogy egy őrült szágult szembe az autópályán, és akkor megállapítja magában, hogy egy, hisz mind szembe jön. Ugye? Tehát amikor valaki azt gondolja, hogy neki van igaza, és mindenki szembe jön bele, pedig valójában véve az ő igazsága, az ő jósága, az ő szépsége, eden kategóriáknak a megélése az abszolút szubjektív alapú, és nem objektív alapú. Most ezzel szemben van az isteni igei kijelentés, amely garantálja azt, hogy mi objektív módon tudjuk felfogni azt, hogy mi a jó, mi a szép, mi az igaz. És ha ezt megtettük, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt fogjuk megélni, hogy na hát, tudom, hogy mi a jó, mi a szép, mi az igaz, és akkor most mindenki mellettem fog állni. Sőt, hogyha forradalmian először ismerjük fel az alapvető életigazságot, akkor lehet, hogy nekünk is ilyen életérzésünk támad, mint ennek a őrült forgalommal szemben száguldozó embernek, hogy mintha mind szembe jönne. Ugye? Erre mondja Knox János, skót reformátor, hogy Istennel egyedül is többségben vagyok. Tehát van, amikor a korszellem az tökéletesen az ellentétét képviseli annak, mint amit az ige fényében alapvető látásként megfogalmazhatunk. Most másodrenden erről kell szólni a sorskérdés fogalom mellett, ami húsba vérbe vágó, a nemzeti létünk függ tőle, megmaradásunk függ tőle, a csonkahomban és határon túlon is, arról, hogy egyáltalán mit nevezünk mi igének és az ige fényének? Ígérem, hogy nem fogok erről hosszasan prédikálni, de csodálatos e tekintetben a magyar nyelvünk, hogy ezzel a külön szófajjal, mint ige, nagybetűvel kifejezzük Istennek azt a szavát, ami azáltal, hogy szól, egyúttal cselekszik is. Ugye
A nyertani ige az cselekvés, történés, létezés fejez ki. A nagybetűs ige ezt fejezi ki, ugye? De Isten cselekvését, Isten történeti létezését, mint történelem urát fejezi ki, ugye? És azt a létformát, amiről azt mondjuk, hogy a legteljesebb létforma, hogyha Istennel együtt és Istenben éljük meg a mi életünket. Ugye, amikor Pál apostol mondja, élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor azt mondjuk egy szerettünkre, hogy megboldogult, ugye, akkor azt állítjuk valójában véve ezzel a hétköznapi megfogalmazással, hogy a boldogság honába távozott, és miért ad a boldogság hona? Azért, mert ott van Istennek a színről színre látásos, kézzel fogható jelenléte, a legvalóságosabb létforma, amit a mi örökkévalóságunk, mint szó is tökéletesen kifejez. Örökkévalóság. Nem csak időfeletti, hanem a legvalóságosabb létforma is. Most, hogyha ebből a szempontból nézzük a igét magát, akkor nyilvánvalóan Istennek a szava azzal az igénnyel lép föl, hogy abszolút módon kívánja a mi életünket uralma alá vonni. Nem rész szerint, hanem teljességgel. Ezt a radikális igényt fogalmazza meg minden esetben Istennek a kijelentése. Itt már tulajdonképpen elérkezünk nemzeti sorskérdései megoldatlanságának a legdöntőbb kiinduló pontjához, vagy inkább úgy mondanám melegágyához. Mi az oka annak, hogy nem tudunk évtizedek óta igazán hatékonyan fellépni a magyar életérdekek mentén? Az én meggyőződésem a következő. Ennek az oka kettős rövid zárlatban áll. Az egyik rövid zárlat az a egyház részéről tapasztalható meg, a másik rövid zárlat pedig az egyháztól ezen rövid zárlatok miatt részben, ha nem is egészben, elidegenedett, világias lelkületű, de nemzeti érzésű emberek szemléletében fedezhető fel. Az egyház részéről ez a rövid zárlat az, hogy nem gondolkodik az egyház maga sem már igazán nemzetben. Vagy csak egy nemzetben gondolkodik, uram bocsá, ugye, egy hamis kiválasztottságtudatot és pénzhatalmat szolgáló szenvedéskultuszt igazol, ha kell, a népirtás igazolásáig is elmenően. Az egyházat rendkívül súlyos felelősség terheli azért, hogy ma a magyar társadalomban anélkül, hogy valamire fogható civil szerveződés megszólalna, keresztül lehet vinni egy olyan társadalompolitikai látás kormányzati szinten, mely az izraeli hadsereg népirtó politikáját igazolja. Tisztelet azon politikai szerveződésnek kivételként, akinek a meghívása révén lehetek itt, és tehetek eleget annak, hogy itt előadjak a Mi hazánk mozgalomnak. És hát én biztos voltam benne, hogy előtt kapcsán én nyitott kapukat döngetek, amikor én ezügyben megkerestem őt, és legutóbb is volt egy ilyen SMS váltásunk, és kiderült, hogy addig nem is akarta fölvenni a telefont, amíg nem lépett és nem intézkedett az adott ügyben. Ugyanerről szólt, tehát erről a rettenetről, ami a Szentföldön és a Közel-Keleten történik. Persze ez, mondhatjuk, hogy per pillanat egy aktuálisan nagyon súlyos tünetegyüttes, és itt azért nagyon el kell gondolkodni, hogy mi nemzetben gondolkodó emberek meddig vagyunk hosszú tűrőek, mert ránk ég az nemzetközi szinten, amit a hivatalos magyar politika képvisel. Túl azon, hogy Jánusz arcú is, de erre majd még rá fogok térni. De a jéghegy csúcsán túl számtalanszor lehet tapasztalni azt, hogy az egyház félrenéz nemzeti sorskérdésekben. És nem kíván igazán a mélyére hatolni a dolgoknak. Amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy evezzenek mélyre, ez a mélyreevezés, ez nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is, szellemerkölcsi értelemben is igaz és
hathatós krisztusi felszólítás volt. Hogy ne csak a felszínt súrolgassuk az Istennel való közösségünkben, hanem valóban mélységekig tudjunk jutni. És ebből a szempontból félelmetes az, ahogyan az egyház nem tud mit kezdeni azokkal a nagy gondolkodóival, akik ténylegesen mélyre vesztek és mélyre ástak. Annak idején elnézést kérek a szabadságtéri gyülekezeti tagoktól, akik eljöttek erre az előadásra is szép számmal, hogy többször felidéztem azt, amikor én magam is meglepődtem, hogy végre a református egyház foglalkozik Szabó Dezsővel, és egy külön konferenciát tartanak Szászon, Balatonszászon. Mégpedig úgy, hogy az egész Szabó Dezső. Hát aztán kiderült a előadás sorozatból, hogy hát ez minden volt, csak nem az egész Szabó Dezső. Szabó Dezsőnek a retorikáját és társadalomkritikai éles látásmódját kölcsönvéve ez a kasztrált Szabó Dezső volt. Ugye? Tehát amikor a lényeget, a velejét nem is merték felidézni vele kapcsolatosan. És van jó néhány ilyen írónk, gondolkodónk, valóban nagy magyar gondolkodónk, akiket a hivatalos kultúrpolitika ma már felvállal annyiban, hogy ne a tiltott kategóriába legyen, hanem a tűrt kategóriába, de a tűrt kategóriába is csak úgy kerülhet, hogyha a lényeget nem említi. Akár Szabó Dezső kapcsán, de ugyanezt mondhatjuk Németh László vonatkozásában egyébként, Vas Albert vonatkozásában, vagy éppen Tormai Cecil vonatkozásában, vagy Nyírő József vonatkozásában. És hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, itt Budapesten, hát szinte nagyítóval kell keresni ezeknek az embereknek a művet, ha egyáltalán találunk. És csodálkozunk azon, hogy a fiatal nemzedéknek a szemlélete mennyire nem tud mit kezdeni magával a fogalommal, hogy nemzeti. Hát még, hogy sors, meg sorskérdés, meg így együtt, hogy nemzeti sorskérdés, meg hogy végképpen nem akarja ezt az ige fényében vizsgálni. Amikor a közösségi médián keresztül pont az ellentéte, a korszellem szennye ömlik rá. Ugyanakkor pedig nem kapja meg még otthon sem azt a muníciót, amit én annak idején megkaptam. Teszem hozzá, hogy édesapámnak a könyvtára, valóban hatalmas könyvtár, és egyetemes, keresztény értékrendet felvonultató, hihetetlen gyűjtemény, és azon belül van mindaz, ami a legértékesebb magyar irodalom, és a sorskérdés irodalom is. De nekem is kellett még egy plusz indítás ahhoz, hogy én komolyan vegyem azokat a könyveket, amiket édesapám megmutatott, hogy ezeket feltétlenül el kell olvasni. Én bele is olvasgattam. És milyen érdekes dolog, hogy Isten nyugosztalja édesapámat is, de Isten nyugosztalja apósomat, Kovács Zsoltot, aki a Magyar Szellemi Véderletnek volt a szürke eminenciása, és a Cimbalom utcai gyülekezetnek is a gondoka, és ő volt az, aki mindenkinek, aki a fiatal generációhoz tartozott, vitte ezeket az írásokat. Bizonyos részeket kimásolt belőle, hogy ezt olvasd el. Mert tudta jól, hogy ahhoz, hogy valaki leemelje a teljes kötetet, és hogy ténylegesen ától zéig elolvassa, tehát ahhoz már egy külön elhivatottság kell. De ahhoz, hogy valamennyire érzéke legyen, arra affinitása legyen, hogy mit jelent tulajdonképpen az, ami sorskérdés irodalom, ahhoz kellett ez a bizonyos indítás és reklám. És így születtek meg aztán azok a zsinór mértékek, amelyeket én a Pannon Rádióban beolvasgattam annak idején, amikor még ott működött a székház épületünk első emeletén. És tudom, hogy édesapámnak, mint püspöknek, és akkor még hál' Istennek ő volt a zsinat lelkészi elnöke, külön védelmébe kellett venni engem, mert közölte az akkori püspöki kar és főgondnoki kar, tehát mindenki más, hogy hát ez elképesztő, hogy a fiad az fölolvas egy igét, és utána nem a saját gondolatait mondja, hanem fölolvas Szabó Dezsőtől, vagy fölolvas Németh Lászlótól, vagy fölolvas Ady Endrétől és másoktól, tehát a sorskérdés irodalmat. És akkor erre kimondja, hogy ámen. Édesapám erre azt mondta, hogy ez a műfaj,
ez nem teszi azt lehetővé, hogy részletesen a saját gondolatait tegye hozzá, hanem ez kifejezetten arról szól, hogy gondolat ébresztés véget, és bár a református egyház csak egy milliómódnyi részt hasonlóképpen megtenne ebből a gondolatébresztésből, hogy a nemzeti nagyjainak, a nagy gondolkodóknak ezen hagyatékát beélesíteni, és az ige fényében vizsgálná mindazt, amit ők leírtak. Hát persze tudom én, hogy mi bántotta őket, az, hogy nem kellett hozzátenni egy árva hangot sem ahhoz, amit ezek az emberek leírtak, mert térben és időben akkor, és sajnos mind a mai napig, ugyanannyira aktuális volt minden egyes szavuk, mint amikor ezt megfogalmazták. Ez mit mutat? Az, hogy a mi sorsunk érdemben nem tudott előre mozdulni. Az egyik részről, tehát már szóltam az egyházi részről. Tehát amikor az egyház maga nem vállalja a nemzetben gondolkodást, vagy ha vállalja is, annak csak a felszíni részét. De szólnom kell a világi részről is, a nemzeti érzésű embereknek azon tömegeiről, akik az egyháztól abszolút elidegenedtek. És én tudom jól, hogy egy szekularizált világban élünk, tehát egy elvilágiasodott társadalomban. Ez a folyamat sajnos felgyorsultan halad előre. Tehát még a kommunizmus bukását követően el lehetett mondani azt népszámlálási adat alapján, hogy gyakorlatilag a kommunizmus az érdemi eredményt nem tudott felmutatni az egyház társadalmi gyökértelenítése vonatkozásában, legalábbis azon a szinten, hogy kik vallották magukat mondjuk katolikusnak, reformátusnak, vagy evangélikusnak a kommunista diktatúra beköszönte előtt és a bukása után. Az arány megdöbbentően hasonló volt. Viszont utána kiderült, hogy ez csak a felszín, de a mély alapozás azért sajnos a kommunizmusban is megtörtént, és erre a kommunista, kategorikusan ateista ideológiára áradatként tört rá a nyugatnak az a látszólag nihilista, elvilágiasult felfogása, hedonizmussal fűszerezve, amiről azóta már jól tudjuk a woke ideológia révén, hogy a gyökereiben marxista, vagy neomarxista. És nincs új a nap alatt, lefebb annyi, hogy a módszer az új, és sokkal veszélyesebb, mint eleddig volt. Na már most, ha mi érdemben előre akarunk lépni, akkor vannak nemzetben gondolkodó emberek, akik megvetik azt, hogy az egyház maga sokszor elárulta a magyar nemzeti életérdekeket. De kérdem én, miért hagyjuk magukra azokat a lelkipásztorokat, azokat a világi tisztségviselőket az egyházon belül, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi világi emberekként, mondom én református papként, azok emberek nevében, akik már az egyháztól eltávolodtak. Hogyan mondhatjuk azt, hogy na, ez az egyház ilyen, és ezért nem vállalok vele közösséget, hogyha én magam nem veszek részt benne, és mintán nem veszek részt benne, esélyét sem adom a mindenható Atya Úristennek, hogy engem töredékes emberi eszközként felhasználjon arra, hogy az egyház ne ilyen legyen, hogy elfordul az alapvető nemzeti életérdekektől. A mi felelősségünk valójában véve az, hogy részt vegyünk a egyház életében. És természetesen senkit nem lehet e tekintetben lelkiismereti kényszer alá helyezni. Isten ments! Ezt mondjuk a szekták szokták tenni. A történelmi keresztény egyházak nem igaz. A történelmi keresztény egyházakon belül, értem ez alatt a katolikus, a evangélikus és a református egyházat döntően, időnként felüti a szektársodása a fejét, de azért ezek az egyházak ezen jelenséggel szemben mindig alapvetően hatékonyan fel tudtak lépni. Most nem akarom részletezni, hogy ez már sajnos megint nincsen egészen így, mert szükségképpen, ha beszűkül az egyháznak a missziós látása, azaz köldöknézegetővé válik, belterjessé válik, és a külmissziót nem vállalja, mert a nemzeti sorskérdéseknek a nagy ütközéseit nem meri vállalni, az eleve meleg ágyává válik a szektársodásnak is. De most ezt nem akarom részletesen kifejteni. De egy biztos, hogy a lelkiismereti kényszert
ha bárki alkalmazza, akkor abból nem lesz énekes halott se, ugyebár. És Jézus sosem alkalmazott ilyen értelemben lelkiismereti kényszert. Isten nem kényszerít bennünket, hanem késztet bennünket. És én arra próbálom késztetni azon testvéreimet, akik esetleg az itt jelenlévők közül nem tartoznak egyetlen egy gyülekezetes sem, hogy próbálják megtalálni azt a lelki családot, amelyben ténylegesen otthon érezhetik magukat. Nagyon lényeges, hogy nem személyválogató módon kell mindezt megtenni. És eleve azzal a szeretetbeli nagyvonalúsággal kell, amelyet Isten az egyház kapcsán, mint küldő úr, eleve elvár minden egyes embertől, mert az emberi tényező az kihagyhatatlan, beleértve a papot magát is, ugye? És nagy baj, hogyha csak papot látunk, de Istent nem, ahogyan József Attila elmondta, hogy a saját görög-keleti keresztsége szerint az ortodox egyházban papot talál, de Istent nem. És sokszor a pap valóban eltakarja az Istentől nyert világosságot, az ige fényét, ahelyett, hogy továbbadná, ő maga nyeli el ezt a fényt, és ha elnyelni, ráadásul még sötétséget is áraszt ki magából. Hogyan mondja Jézus, a test lámpása a szem, ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ugye? A Vezeklés című grúz-orosz filmben hangzik el a főhős festőművésztől, amikor a diktátor a maga vallás és hitbeli szkepticizmusának ad hangot, még nem vallja meg kategórikusan ateista mi voltát, de a szkepticizmusát igen. Erre felel a festőművész így, hogy a népet a sötétségből a világosságra csak a lelki pásztorok vezethetik ki, akik erkölcsből mutatnak példát. Látszólag ez egy klerikális megjegyzés, de nem az. Mert olyan lelkészekről beszél, akik erkölcsből mutatnak példát. Nyilván az a lelkész, aki nem mutat példát erkölcsből, az épp az ellentétét teszi, ahogyan ezt az előző mondatokban említettem. És amikor találkozunk ilyen esetekkel, ugye, de atyafére esetekkel, akkor megbotránkozunk okkal, joggal. És a világias lelkületű ember is megbotránkozik, de ráadásul igazolást nyer, hogy na lám, hát ezért nem vagyok én ott. De ha ott lennék, ha az én helyes társadalompolitikai, szellemerkölcsi látásomat a hit ország útján próbálnám kamatoztatni, akkor nem lehetséges az, hogy ha nem is ilyen extrém eseteket, de bizonyos vonatkozású elhajlásokat, torzulásokat meg tudnék akadályozni? Hogy azzal az igénnyel tudna fellépni egy-egy gyülekezet legalább? Hogy tisztázza az egyház mindazt, amit tisztázni kell? Hogy ne szőnyeg alá legyen söpörve az, amit nem lehet eltitkolni, legfőképpen a mindenható Isten színe elől? Mert Isten szeme mindent lát. És testvéreim, ezért fontos, én úgy vélem, a egyházi szerepvállalás, és ebből a szempontból fontos persze az egyház missziója, de kimondhatjuk, hogy egyre nehezebben érünk el az egyháztól már elidegenedett emberekhez. Ebben jelentős szerepet játszott egyébként nemzeti radikális oldalon, nem akarom ezt vég alá rejteni a tradicionalista filozófiai látás is. Nem kívánok e tekintetben vitát nyitni, de annak idején én megfogalmaztam azt, hogy mind társadalompolitikai, mind vallási, mind szellemerkölcsi látás szerint miért helytelen alapvetően az a tézis, amit ők feltételeztek és feltételeznek. De ha még vitatkozhatnánk is velük, mert vitatkozni bárkivel lehet, és kell is a hitigazságunk érdekében, vitán felül áll az, hogy nagyban hozzájárult az ő szemléletük ahhoz, hogy még azok is elidegenedjenek a történelmi keresztény egyházaktól, akikben korábban azért e tekintetben volt némi nyitottság. Mert pontosan erről szól a misszió. Nem csak a világi
gondolatoknak a egyházi életbe történő betagolása, illetőleg az alapvetően Isten által ihletett gondolatoknak az egyházban történő ismételt felfedezése okából, ahogyan az apostol tette, hogy egy-egy rövidebb írást, akinek tudta, átadta, hogy az működjön, hogy hasson, hogy lélekébresztő legyen, hogy a szellemet pallérozza, hogy ezzel az igénnyel lépjen föl aztán a fiatalember, kevesebbel ne érje be, csak a minőséggel és csak a lényegi sorszerű látásokkal, hanem ez igaz, mondjuk ki, az alapvető missziós lelkületre is, amikor nem csak a hangulati kereszténység szintjén akarom én megragadni egy-egy embernek a Isten iránti vágyát, hanem ténylegesen a személyes sorsában kívánom meglátni mindazt, ami Isten szerinti eleve elrendelt végzés ránézve. Nos, eden elvi látás után térnék rá egy-két konkrétumra, ha már ígértem. Az egyik döntő sorskérdésünk a nemzetfogyatkozásunk. Magzatvédelem nélkül ez a trend megállíthatatlan. Megállíthatatlan. És hogyha ilyen tragikus lefele zuhanás közepette, még mindig arról kell győzködni az embereket, hogy a legvédtelenebb életeknek a védelme nélkül lehetetlen életpártivá tenni a társadalmat, akkor kérdezem én, miben reménykedünk mi? Ki hinné el, hogy élni akartok? Ugye, mondja József Attila, ki hinné el? Hát szinte nem hiszik el, hogy valóban van bennünk élni akarás. Pedig van, mert azért a statisztikából az is kiderül, hogy a fiatal lányoknak, de még a fiúknak is a többsége azért családban gondolkodik. És azért 2 vagy 3 gyerek, tehát ez így ideaként még mindig megvan. De aztán mégsem valósul meg. De tekintetben minden egyes életpárti kezdeményezés döntő löketet adhat ezen sorskérdésünknek a ige fényében történő megoldásához. Ezért kifejezetten én gratuláltam Dúró Dórának, előtt feleségének, amikor a szívhang törvény kezdeményezését megtette. Amikor ez meghallgatásra talált, mert ez komoly és tartós, kitartó lobby tevékenységet igényelt az ő részükről. És kérem szépen az, hogy nekem vitatkoznom kellett, sajnos még családon belül is orvossal, hogy hát ezt nem lehet így előkészíteni, meg ilyen helyzetbe hozni a várandós nőket, és hogy ez milyen traumaként fogja őket érni. Kérem szépen, erre mondtam azt, hogy még milyen előkészítés kellene még több mint 1/2 évszázad, vagy talán 7 évtized magzatgyilkos gyakorlata után, amire magzatvédelem, ez van írva, de a tényleges törvény maga semmilyen garanciát nem ad gyakorlatilag ezen magzati életek védelmére. Most a garancia az alaptörvényben megvan, meg a szívhang törvényben. Per pillanat, ez a kettő segíti tulajdonképpen az életvédelmét magát. És tudom, hogy ez a magzatvédelmi törvény is különféle tájékoztatási kötelezettségeket előír, de ezek sem valósulnak meg igazán. Mert nincs igazán életpárti szemlélet. Arra is emlékszem, hogy annak idején, amikor mi épes képviselőként szólaltam föl ez ügyben, amikor éppen módosították a magzatvédelmi törvényt, akkor Dávid Ibolya volt az előterjesztő, mint igazságügyminiszter. És ő mondta azt, hogy hát társadalmi vitára kell majd bocsátani ezt a kérdést, mert anélkül nem lehet érdemben rendezni a magzatvédelemnek az ügyét, és nem lehet szigorítani. Akkor megkérdeztem tőle, hogy mindaddig, amíg ez a társadalmi vita a maga megtermékenyítő módját, mondtam ilyen gúnyosan, lezajlik, addig mi lesz a addig elkapart magzati életekkel. És akkor közölte, hogy imádkozni kell értük. Most kérem szépen, ez az, ami kimondhatjuk, hogy totális ellentéte annak, amit az egyháztól a küldő ura, életünknek a teremtője, gondviselője és újjáteremtője elvár.
És erre mondtam azt, hogy a debreceni református kollégium melvédjén szerepel a felirat, orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál. És ezt a kettőt egymással kijátszani vagy felcserélni, Isten és ember ellen való vétek. Elmondtam, hogy önnek, miniszterasszony, annak idején úgy kellett volna dolgoznia ezen magzatvédelmi törvény kapcsán, hogy ez a munka a leghőbb imádsága legyen, ugye? Mert valamikor a munkánk válik a leghőbb imádságunká. És valamikor kimondhatjuk, hogy a leghőbb imádságunk lesz az igazi munka, tehát amikor emberi erővel nem végezhetünk el már semmit továbbit, a magunk részéről mindent megtettünk, de az ima ereje segít, hogy Isten is megtegye azt, ami már nem rajtunk áll, és múlik, és bukik. És a hitembere ezt vallja. Imádkozik és dolgozik. És nem gondolja azt, hogy ezt a munkát átháríthatja Istenre. Nemzeti sorskérdéseim tekintetében alfa és omega a magzati életek védelme. Nem állítom természetesen én sem azt, hogy ezzel a népességfogyást meg lehetne állítani. De ha ezt nem lépi meg a magyar társadalom, ha fokozatosan is, de az életpárti irányba, amiben az első lépés volt a szívfang törvény, akkor kérem szépen az őshonos népességet nem lehet majd megtartani. Hozzáteszem ehhez sorskérdésünk ezen megoldásának következő elemét, mint egy az érem másik oldalát, nevezetesen a nemzeti befogadó politikát. Erre is igen szükség van. Jó lenne, hogyha tudomásul vennénk, bármennyire is fájdalmas, hogy nem lehet az őshonos magyar népességet ma már megtartani úgy, hogy kizárólag az életpárti intézkedéseket preferáljuk, és emellett a magzati életeket is óvjuk, védjük. Az egy óriási lehetőség lenne arra, és ki kéne persze próbálni, hogyha valóban a magzatvédelmi törvény a legvédtelenebbeket védené, akkor annak milyen népesedési, demográfiai következményei lennének már rövid távon is. De matematikailag kimondható, hogy olyan régóta Magyarországon 1958 óta nem pótlódik a szülőképes korosztály, tehát egy-két évet leszámítva, amikor a Gyesgyed rendszere bejött a 70-es évek elejét, a 72-73-at, tehát az a két év volt, ez hogyha jól emlékszem, ezt még Fekete Gyula is elismerte, nagyban szerepet játszott az ő kiállása, hogy végül arra sor kerülhetett. Milyen rettenetes lenne, még szörnyebb lenne a mi népesedési helyzetünk, hogyha akkor az írók közül például Fekete Gyula, meg Illyés Gyula nem lépett volna föl ezen intézkedés sor családtámogatási rendszer mellett. De matematikailag kimondhatjuk, hogy ezt a helyzetet magyar érdekű befogadó politika nélkül nem oldhatjuk meg. Tehát nem elég csak azt mondani, hogy kik ne jöjjenek, hanem azt is át kéne gondolni, hogy kik jöjjenek. Ezt váltig állítom. Tudom, nem népszerű gondolat, de ezt is át kellene gondolni, mielőtt még olyan vákum támadna, amiben már esélyünk sincsen igazán meghatározni, hogy kik jöjjenek. És a kik jöjjenek kérdést meg kell vitatni, de csak is olyanok jöhetnek, az én meggyőződésem szerint, akiket a magyarság asszimilálni képes. És az asszimilációs képesség tekintetében egyrészt ne legyünk kisítőek, a magyarság hihetetlen asszimilációs erővel rendelkezik. Amikor a saját ura lehetett, akkor ez tökéletesen működött. Az volt a gond, hogy hosszú ideig nem lehettünk a saját magunk urai. Fél évezreden keresztül. Ami befogadó politika volt, az egy idegen nagyhatalom érdekeit és egy idegen uralkodó családnak a idegen szívűségét tükrözte. A Habsburg-féle befogadó politikát nem nevezhetjük magyar érdekű befogadó politikának nyilvánvalóan. De még ott is működött, mondjuk ki, a magyar asszimilációs erő. Hogy mennyire, én ezt onnan tudom, hogy én Hidason nőttem föl, bukovinai székely telepes gyülekezetbe. Oda telepítették őket a második világháború után közvetlenül, előbb Bácskába, Bukovinából, amikor a második bécsi döntés után a románok őket kitették szülőföldjükről, és aztán utána pedig a szerbek küldözték el őket, illetve menekültek elő, hogy ne járjanak úgy, mint az a délvidéki 40 000 honfitársunk, akiket horrorisztikus eszközökkel mészároltak le a
előbb a szerb csetnikek, majd utána a szerb partizánok. Nos, ebben a hidasi gyülekezetben volt lehetőségem arra is, hogy azért baráti kapcsolatot kössek még általános iskolásként, nem csak székelyekkel, hanem egyébként az iskolában ott maradt sváb gyerekekkel is. És későbbiek során, mert a kapcsolat tovább megmaradt, mi baráti kapcsolat, tudtam azt meg, hogy Németországban a legtovább a Magyarországról kitelepített svábok próbálták fenntartani, őrizni a magyar anyanyelvűséget, és magyarul adtak ki újságokat, és mérhetetlen honvágyuk volt Magyarország iránt. Tehát a svábság, akit veretesen minősített Ady Endre is, ugye, hogy az álmosaknak, piszkosaknak, korcsoknak és ciprákodóknak, félig élőknek, habzószájúaknak, magyarkodóknak, ködevőknek, svábokból jött magyaroknak, én nem vagyok magyar, bár hát nem feltétlenül minden esetben a népi svábra gondolt Ady Endre, de dupla zárójel. De hogy ennek ellenére a svábság jelentős része mennyire magyar érzésű tudott maradni. Most én nekem nincsen tekintetben igazán megoldásom, hogy mit jelentetne a magyar érdekű befogadó politika. De tudom, hogy lett volna erre lehetőség. Például a dél-afrikai búrok, akik jelentkeztek. Igen, súlyos nemzetstratégiai mulasztás volt, hogy nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Feleségem például erről egy kicsit másként gondolkodik, azért, mert az ő családja az alföldi, ceglédi, és ott látta Csemő közelébe, ahol az ő apai nagyapja is szolgált egyébként, hogy azt a település hollandok hogyan, miként vásárolták föl. Nos, a felvásárlás az ilyen értelemben valóban nem szép dolog, és nem helyes dolog. De hogyha a magyar nemzet életérdekeit nézzük, akkor nem mindegy, hogy kiket fogadunk be, akik a magyar kultúrával, az európai kultúrával, a keresztény kultúrközösséggel azonosulni tudnak. A nagy gondunk például nekünk az, vélségileg, ha úgy tetszik, hogy akik tulajdonképpen rokonaink, rokonainak minősülnek, azok nem keresztények. Ugye gondoljunk csak a déli származtatás irányra, a altáji népeknek a csoportjára. De meg kell mondjam, ez egy mondjuk missziós kihívás lenne a történelmi egyházak részéről. A más kérdés, ugye, hogy milyen kondícióban van a mi egyházunk. Tehát miközben megdöbbenünk azon, hogy az iszlám az milyen erőszakosan tud téríteni, aközben szerintem azon kellene megdöbbennünk, hogy bennünk mennyire nincsen elkötelezettség a tekintetben, hogy a hitvaló eleink által megért hitigasságokért hasonló elkötelezettséggel tudjunk kiállni. Na nem szélsőségesen, tehát militáns cselekedetekkel, bár ezt is elmondom a gyülekezetemben többször is mondtam, hogy nem csak az iszlámnak van militáns korszaka most, meg volt a múltban is, hanem a kereszténységnek is volt militáns korszaka. Lásd, keresztes háborúk, nem vált a dicsére a kereszténységnek. Abszolút nem vált dicsére. De ettől még a hitvalló elkötelezettség militáns jelleg nélkül, komolyan véve a hitigasságainkat, az kimondhatjuk, hogy mutatja azt, hogy milyen fokmérője van a mi hitbeli elkötelezettségünknek. És ilyen értelemben például én nem tartanék az ujgurok befogadásától sem. Az ujgurokat nem lehet iszlám szélsőséges népcsoportnak nevezni, de egy biztos, hogy amit a kínai kommunista hatalom velük szemben megtesz, és ami felett mi megint csak szemet hunyunk a gazdaságpolitikai látásunk és gazdasági semlegességünk okából, amit nem vitatok, hogy van ennek létjogosultsága, ki vagyok én papként, hogy nagy politikusoknak a nemzetstratégiai látását vitassam. És bizonyára így van, hogy az Egyesült Államokkal szemben, aki az amerikai orosz Ukrajnában zajló proxy háború révén gyakorlatilag gyarmatosítja az egész Európai Uniót, és lenyúlja úgy, ahogy van. Ezzel szemben nem állt a keleti nyitás, és hát ezt nem ők kezdték már, bocsánat, a jelgi kormányoldal, hanem annak idején a nemzeti radikálisok képviselték mindent. De vajon lehet a szövetségi politika oltárán feláldozni a legközvetlenebb rokonainkat? Kérdezem én. Úgyhogy nem emelünk szót érte. Nem az az igazi baráti szövetség, amelyben bizonyos kritikai hangokat megmerünk fogalmazni. És hát például
ha már érintettem az izraeli-palesztin konfliktus, nem így van Izrael kapcsán is? Még én is megértem, hogy Sorossal szemben, meg a Bilderberges háttércsoporttal, meg a mély állammal szemben van némi mozgástér bővítő lehetősége annak, hogy Izraelnek támasztjuk a hátunkat. De kritika nélkül, elfogadva mindent, elfogadva azt, hogy ENSZ alakulatokat, tankokkal, őrtornyot lőjenek ki, amikor tiltakoznak azok az országok, Európai Uniós országok, akik adják ezeket a katonákat, akkor mi e tekintetben hallgatunk? Egyébként legalább nem szavaztunk ellene, teszem hozzá, hogy e tekintetben elítéljék a ENSZ katonák és kontingensek elleni támadást. Nem büszkélkedett el ezzel a kormányzat, de én azért elbüszkélkedek vele, mert én is adok közé tartozom, aki kormányzati általam ismert, most így nem nevezném őket néven, nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni ezeket az embereket, hogy egyáltalán velem kapcsolatot tartanak, de próbálom őket ösztönözni arra, hogy árnyalják az álláspontjukat. És nem azt mondom, hogy most ők megtehetnék azt, hogy 180 fokos fordulatot hajtanak végre. De azért fokozatosan muszáj lesz elszakadni ettől a rettentő egyoldalú látástól, ami azt kell mondjam, hogy szinte egy ilyen hídgyülekedetes dogma szerinti elfogultság. Mint hogyha Izrael eme állama az a végső időkről szóló isteni kijelentésnek a megvalósulása és megtestesülése lenne. Én annak idején tartottam kapcsolatot a Neturé Kártával, anticionista zsidó rabbikkal. Komolyan mondom, én magam, aki nem így szocializálódtam, vitán felül áll. De mindig arra tanítottak engem, hogy kikit a saját cselekedetei szerint ítéljek meg. De a saját családomnak a múltbeli tapasztalatai szerint például volt egy felmenőm, anyai nagybátyám, akit annak idején kivégeztek, és háborús bűnösnek tüntettek föl, azért, mert orvosként egy zsidó embert munkaszolgálattól nem engedett eltávba, és hiába volt orosz felesége, a szovjet többségű szerb szövetségi ellenőrző bizottságnál sem tudtak igazán közben járni. Hát igaz, hogy az orosz feleség az éppen a bolsevikok elől menekült annak idején a Horthy féle Magyarországra, dupla zárójel. Tehát én így szocializálódtam, de a Neturé Kárta zsidó rabbijainak a látása is az, hogy mennyire mélyen komolyan vették a hitüket, de tekintetben, hogy hogyan vállaltak sorsközösséget az üldözött emberekkel, a palesztinokkal, hogy milyen mérhetetlen alázat volt-e tekintetben bennük, ez engem mérhetetlenül megdöbbentett. És azt is el kell mondjam, ahogy ezt egyébként elmondtam, amikor a előd is ott volt a tavaly a Szentföld békéért szervezett szolidaritási istentiszteletem, hogy ott is hivatkoztam arra, hogy több mint 600 zsidó értelmiségi, író, közéleti szerepvállaló művész tiltakozott az ellen, amibe Izrael belekezdett, nevezetesen a gázai etnikai tisztogatásba. Tehát embere válogatja, teszem hozzá. Itt ő Reiner Péter. Ő tanított engem arra, hogy a nemzeti hadseregben milyen szerepet vállalt például a nemzeti érzésű zsidóság. Hogy nem csak azt kell nézni, hogy a 19-es vörös kommünbe a népbiztosoknak az elsőprő többsége zsidó származású volt, és hagytak egy keresztényt, hogy valaki sábbátkor is alá tudja írni a keresztény magyar felett a halálos ítéletet, hanem azt is nézni kell, hogy a nemzeti hadseregben milyen zsidó szerepvállalók voltak. De testvéreim, egy bizonyos, hogy lehetetlen ilyen szektariánus látásmód alapján külpolitikát úgy folytatni, hogy azt mondjuk, hogy béke, béke, béke egyik oldalon, a másik oldalon pedig hagyjuk, hogy a legvéresebb cselekmények történjenek. Végül többen erről szeretnék részletesen szólni, és akkor utána beszélgethetünk. Nevezetesen a Jánusz arcúsággal szemben és a kettős mércével szemben az ige fényébe helyezni minden dolgunkat azt jelenti, hogy nem esünk abba a hibába, amit ugye Jézus klasszikusan így mond a képmutatásról,
Atyám fia, mi módon keresed a te atyád fia szemében a szálkát, miközben a te szemedben gerenda van? Vesd ki először a te szemedből a gerendás, azután keresd a te atyád fia szemében a szálkát. Nem azt mondja Jézus, hogy ne keresd a szálkát. Nem azt mondja. Nem azt mondja, hogy erkölcsi értékítélettel ne éljél. Szó van arról is, Jézus mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. De a szeretetlen ítélkedésről szól. Szeretettel viszont kell ítélkezni. Mert hogyha én szeretem az atyám fiát, akkor nyilvánvalóan azért szeretem, mert Isten állította mellé, és az Isten szerinti embert látom benne. De hogyha látom, hogy valami nem Isten szerinti az ő életében, akkor azt úgy hagyom. Az az igazi szeretet, hogyha ráhagyom, hogy az ő érzékenységét ne sértsem. A gyermekemet nem akkor szeretem jól, hogyha figyelmeztetem, hogy rossz úton jár. Hogy nem az Isten szerinti emberségét fogja betölteni, hogyha a veszélybe rohan, akkor nem szólok. Milyen gondviselő apa lenni? Állítólag a lányaim szerint én elég szoros kontrollt próbáltam felettük gyakorolni, de némi mentségemre szolgáljon, hogy a világ maga, a közeg maga olyan volt, ami engem erre késztetett. És e tekintetben kevesebbet bíztam az isteni gondviselésre, mint amennyit lehetett volna, én ezt elismerem. Mondjuk magam kapcsán jóval több mindent bíztam az isteni gondviselésre, mert ezzel sem állok el tudott a gyónási titkot, alapvetően hipohondel szemléletű ember vagyok, de én ezt úgy oldottam meg, hogy nem foglalkozom ezzel. Tehát rábízom ezt az isteni gondviselésre. Itt meg valószínűleg jóval többet bízok, mint kellene, de másképpen ez nem működik nálam. Ugye? Nincs tulajdonképpen erre igazán recept. De egy recept mégiscsak van, amit követhetünk, és ki a saját nyelvére, lelki alkatára lefordíthat. Nevezetesen, ha valóban hisz Istenben, akkor hiszi azt, hogy az isteni gondviselés az őt maradéktalanul számon tartja, és hogyha esetleg elfordulna Istentől, Isten akkor is gondol rá, és akkor is ad lehetőséget a visszafordulásra. De legfőképpen, hogyha mellette kiáll és kitart, akkor egészen bizonyosan minden alkalommal meg fogja tapasztalni azt, hogy mit jelent Isten áldásos jelenléte. Most a mi népünk és nemzetünk számtalanszor ezt legvégül megtapasztalta. Mert a kettős mérce az soha nem segíti ezt az isteni jelenlétet. Az isteni jelenlét mindig, ahogyan említettem, teljességre törekszik. Jánusz arcú az, hogy békéről beszélünk egyik oldalon, amikor a másik oldalon a háborút támogatjuk. Jánusz arcú az, hogy ellenezzük a migrációt nagyon helyesen, ugyanakkor pedig egy olyan befogadó politikát készítünk elő, amiben nincs társadalmi közmegegyezés a vendégmunkások vonatkozásával. Jánusz arcú az is, hogy miközben ellenezzük ugyebár a gender ideológiát nagyon helyesen, eközben sok olyan jelenséget megtűrünk, amit pedig nem lehetne megtűrni a keresztény nemzeti látásmód szerint, és ez még nem jelent intoleranciát azokkal szemben, akik, hogy is mondják, az életmódbeli kisebbséghez tartoznak, mert mindaz, ami a magánszférát érinti, ott alkotmányos alaptörvényi garancia van mindenki biztonságára, és arra, hogy élje a belátása szerint az életét. Aztán a jó Istennel elszámol. De a szélsőséges exhibicionizmus, az kérem szépen nem tartozik ebbe a körbe bele, noha még nem feltétlenül a gender ideológia által érintett lelki alkati torzulásról van szó. Minden ilyen Jánusz arcúság valójában véve a világi politikának a társadalompolitikai legitimitását kezdi ki. Akkor csodálkozunk, hogy megjelenik egy olyan ember, aki a sötét triádot képviseli. Narcisztikus, pszichopata, és machiavellista. Ez a sötét triád. Ugye? És ő képviseli úgymond az alternatívát. Na ez a legveszélyesebb, kérem. Mert az ördög mindig hamis alternatívákat kínál. Miért? Hogy nehogy véletlenül észrevegyék, hogy van igazi alternatíva. Nem akarok túlozni, ugye? De az elődöt ismerem. Meg ismerem azokat, akik a nemzeti radikális alapvetés végbe vitték. És nagyon nehéz egy olyan korszakban, ahol gyakorlatilag a
tájékozódási, igazodási pontokat elvesztette a társadalomnak a döntő része, nagyon nehéz egy ilyen korszakban igazán kívánatossá tenni azt a valódi alternatívát, ami áldozatokkal jár, szemben a hamis alternatívával, ami nem jár áldozattal, kérem szépen, hanem csak fejbólogatással, csak igyenléssel, esetleg politikai hisztériakeltéssel. Én e tekintetben eden politikai hisztériakeltéseknek mindig ellenálltam, és amikor éppen a közelmúltban Némegad egyházamat érte mindez, akkor is ezt megtettem. Nem azért, mert nem volt bennem értékítélet, nem azért, mert nem volt bennem is erkölcsi felháborodás, nem azért, mert nem gondoltam úgy, hogy a társam jelentős része a kegyelmi ügy esetében komoly és igaz erkölcsi felháborodástól vezéreltetve mondta azt, hogy na ez így nem mehet tovább, hanem azért, mert azt is láttam, hogy akik a politikai hisztériakeltés mögött állnak, tehát akik ebből haszonlesés szerint kívánnak politikai tőkét kovácsolni a sötét triád képviseletében és emberének a magaslóra ültetésében, ezért szépen azok nem a megoldást kívánják elhozni. Ó, nem! Hanem a valódi alternatíva képzésben szerepet játszó intézményeket kívánják lehetőség szerint még jobban hitelteleníteni, hogy labdában elrúgjanak a jövendőre nézve. Hát én ennyit kívántam a kedves testvéreknek előjáróban elmondani, és hogyha bárkinek bármi kérdése, kétsége, kételje felmerül, ezt el szoktam mondani a konfirmandusoknak is, nyugodtan forduljanak hozzám, hogy nehogy lelkiismereti kényszert gyakoroljak azáltal, hogy lekonfirmálom őket, tehát hogy hitüknek a megerősítése legyen az ő bizonságtételük. Itt azért nincs szó ilyen súlyos esetről, hogy bárki konfirmálna, de a közös együtt gondolkodás az viszont felelősség teljes, és Istentől vett kiváltságunk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves barátaim! Hegedűs Lóránd nagy tiszteletű úrnak teljes szívemből, teljes lelkemből köszönöm mind a magam, mind valamennyiünk nevében ezt a nagyszerű, nagyszerű előadást, ezt a figyelem felhívást, még akkor is, ha be kell vallanom, nem voltam képes mindenben követni ezt a magas röptű előadást. Talán mások is vannak ezzel így. De minden esetre az itt elhangzott gondolatok bennem maradnak, megfogantak bennem, ott kicsiráznak, és szárba szökkennek, és befolyásolni fogják a jövőben mindennapi cselekedetemet, gondolkodásomat és helytállásomat ebben, ennek a hamus világnak a tömlöcében. Nagyon jó volt hallgatni ezt az előadást. Sok mindenben a saját gondolataimat éreztem visszacsöngeni ezekben a szavakban. Persze felerősítve egy hozzáértőbb Isten szolgájának a gondolataival, és elhivatottságával. Jó, hogy vannak ilyen lelkészeink, jó, hogy van, aki ezeket közli velünk, és jó, hogy vannak testvérek, akik mindezt meghallgatják, és szívükben elraktározva őrzik meg saját maguk és a teljes közösségünk számára. Nagyon szép gondolatnak tartottam a Szálka és a Gerenda felemlegetését. Valljuk be, hogy ezzel valamennyien így vagyunk. Gyarló az ember, bizony gyarló vagyok, jó magam is, bűnösök közt az első. Ebben a bűnben szenvedünk, ki így, ki amúgy, ki kisebb, ki nagyobb mértékben. El kell ezen mélyen gondolkodni, és amikor bárkit is hibáztathatunk, akár még nem magyar testvéreinket is, körülöttünk élőket a Kárpát-medencében és a tágabb Európában, gondoljunk arra, hogy először is mi magyarok mindent megteszünk-e saját megmentésünk érdekében, vagy pedig lanyhán megrándítjuk a válunkat, és napirendre térünk pusztulásunk felett, azzal a bűnös megjegyzéssel, hogy
mi rajtunk már az Isten sem segít. Pedig segítene. De elvárná, hogy azért mi is segítsünk önmagunkon. Tudjuk jól, hogy megbűnhődte már a nép, ismerjük a múltat, sövendőt. Na de hát azért valamit nekünk is tennünk kellene. Én elszakított területről jövök. Felvidékről származom. És elég, ha csak ott körbenézek. Saját nemzettestvéreim sorain. Hogy mi mindent megtehetnénk, még így is, ilyen elnyomatás alatt is, nem azt mondom, hogy teljesen szabadon, de szabadabban lélegezhetnénk, mint ahogyan most tesszük. És nem tesszük meg. Még akkor sem, ha megtehetnénk. Vajon ki akadályozza a magyar szülőt, hogy gyerekeit magyar iskolába járassa? Körülbelül minden negyedik magyar gyerek nem magyar iskolába jár a felvidéken. Ezeknek a zöme rálépett az asszimiláció járszalagjára. És ne feledjük, kisebbségi sorsban az anyanyelvi oktatás, az anyanyelvi iskola nem csak egy közművelődési intézmény, hanem a nemzet megmaradásának és a tűz őrzésének a záloga. Sok, nagyon sok mozzanata létezik a magyar életnek, a magyar létnek, amelyet bizony képtelenek vagyunk kihasználni, kicsinyhitűségünk nem teszi lehetővé, mert kisebbségi sorsunk belénk égette a kisebb rendűségi görcsöt. Na de most itt van a szabadnak mondott anyaország, a magyar haza. Vajon megtesz-e mindent annak érdekében, hogy ez a nemzet a jövőben is teljesítse Istentől rájámért szerepét itt ebben a húzatos és sokat szenvedett Kárpát-medencében. Sokan szoktuk emlegetni, hogy hát ugyan a kommunista, liberál bolseviknak volt egy ilyen jelszava, hogy tanuljunk meg kicsik lenni, ami ugye csúnya dolog volt. Vajon nem azt sugallja a mostani kormánypolitika, hogy tanuljunk meg kicsik lenni? Hát nagyon sok jelét felfedezem a mai mindennapi élet társadalmi és politikai történéseiben, hogy bizony meg akarnak tanítani bennünket kicsiknek lenni. Pedig mi nem vagyunk kicsik, mert a tetteink azt bizonyítják, hogy Európa legnagyobb, legrátermettebb nemzetének vagyunk a tagjai. Ezt kellene tudatosítanunk valamennyiünknek. Igenis képesek vagyunk nagyok lenni lélekben, tetteinkben és szeretetünkben is kellene, hogy az legyen. És a mi kezünk tudjuk jól, hogy mindig parolára van kinyújtva. Sajnos ezt a kezet nem nagyon akarják elfogadni. Mi azonban ezt a kezet akár zsibbadásig is tartjuk kinyújtva, abban a reményben, hogy a körülöttünk bennünket gyűlölő népek egyszer majd csak belefáradnak a gyűlölködésbe. Eddig azonban úgy néz ki, hogy nagyon kitartóak. Ennek egy ellenszere lenne, mi legyünk kitartóbbak a szeretetben. El fog ez valamikor érkezni? Ez az idő. El kell, hogy érkezzen, de azért vagyunk, azért tesszük a dolgunkat, hogy elősegítsük ezeknek az időknek az eljövetelét. Nem akarom folytatni az itt elhangzott igéket. Úgy se lehet szebben és okosabban ezt kifejteni, mint ahogyan itt hallottuk az előbb. Saját magam számára mondom elsősorban, ezen a nyomvonalon kell gondolkodnom, és gondolkodnunk valamennyiünknek, és kérnünk kell a mindenható kegyelmét, tegyen bennünket készé és alkalmassá arra, hogy ezek a gondolatok, ahogyan kezdetben jelentettem, megfogalmazzanak bennünk, szárba szökkenjenek, és konkrét hatóerőként érvényesülhessenek ebben a világban. Köszönöm egyelőre!
Köszönöm szépen professzor úr méltató szavait, úgyis, mint a Fekete István Szabad Egyetemünk igazgatójának méltató szavait, sőt, úgyis, mint a Károli Gáspár Református Egyetem egykori rektorhelyettesének méltató szavait. És valóban egy kicsi újabb miép emlék találkozónak is tekinthetjük ezt a mait, hiszen talán mondhatom, hogy három generáció egykori miépesei is ülnek most itt az asztalnál, és vannak itt többen a sorok között is még. És hát Hegedűs püspök úr méltó nyomdokain, akkor ifjabb Hegedűs Lóránt előadásain, felszorolásain is szocializálódtunk sokan a püspök úr ige hirdetései és írásai mellett, és hát ha azok nehezen voltak követkeltők, ahhoz képest ez még, azt gondolom, egy fokkal könnyebben emészthető volt, mint püspök úrnak az egykori gondolatai, de én magam is úgy éreztem, és most megnyugodtam, hogy a professzor úr azt mondta, hogy nehezen volt követhető, akkor bevallhatjuk mindannyian, hogy néha azért úgy éreztük, hogy jó lett volna Lóránt előadása közben is egy kis szünet, egy kis megértés, egy kis továbbgondolás, egy kis elmélyülés, annyi mindent érintett. És bár megfogadtam, hogyha a Hegedűs család nagy küzdelmét nem folytatná itt ma a magzatvédelem tekintetében, akkor egy kis kritikával fogom kezdeni, de nem tudom ezt a kritikát sem megtenni, mert ezt a szép missziót, amit ők folytattak és folytatnak egész életükön át, azt gondolom, hogy most is kellő szókimondással, talán még nagyobb szókimondással, mint amit egy politikus megengedhet magának, azt ő itt most folytatta. Úgyhogy hát kívánom, hogy folytassa is ezt a munkásságot. A bizonyos Lex Hegedűs, ha még emlékeznek rá, amit országgyűlési képviselősége idején, képviselősége ellen alkotott az egyház, ennyi kis egyházkritikát így finoman hadd fogalmazzak azért meg, aztán ne kellemetlenkedjünk tovább. Szóval azt azért a bizonyos Lex Hegedűst hát ma is bebizonyította, hogy miért van szüksége akár az egyházának is. Én azért egészségesnek tartanám, hogyha akár egy lelkipásztor is szólásra emelkedhetne honanyaként, vagy honatyaként az országházban, a nemzet templomában. Hiányoznak ezek a felelős gondolatok, azt gondolom, és az a bizonyos ige, amit valóban, ahogy hallhattuk is, először is ki kell mondani. Valahol ott kezdődik, és nem is egyszer kell kimondani. Kedves barátaim, még egyszer megköszönöm nagy tiszteletű úrnak ezt a nagyszerű előadást. Az utolsó stádiumban megpengettük a revízió gondolatot, amely ott él valamennyünk szívében. Jelenleg ez most csak álmodozás, csak álom. De mit érne az élet, ha még az álmunkat is elvennék tőlünk? Ami most álom, az nincs kizárva, hogy egy szerencsés pillanatban reménységgé, majd esetleg valósággá is válhat. Adja Isten, hogy új legyen. Köszönjük szépen a méltó zárszavakat. A revíziós sikerek idején alapított és erről elnevezett hazatérés református egyházközség és templom lelkipásztorától különösen, és itt egy felvidéki tenge is megalakult Popé Gyulának köszönhetően. Családvédelmi intézkedésként nem engedélyezhetek további kérdéseket, de ahogy lelkipásztor úr mondta, itt az előadást követően, akinek nem kell mégsem távoznia, áll rendelkezésre, úgyhogy köszönjük szépen, de három programot még hadd ajánljak figyelmükbe. Először is Hegedűs Lóránt rendszeres ige hirdetéseit, bár néha vannak vendég lelkipásztori szolgálatok is, nyilván a hazatérés református templomába, de azért ezt leszámítva minden vasárnap 10 órakor, bocsánat, katolikus vagyok, csak a nagyobb rendezvényeken vagyok látogatója egy kultikus templomnak, hiszen katolikusok is jó szívvel térhetnek be azért az Isten házába, a Szabadság téren is. Könnyebb oda bejutni, mint a tévészékházba volt 2006-ban, úgyhogy bátran közelítsenek a Szabadság tér kultikus helyére, a hazatérés templomba, szóval minden vasárnap 10 órakor várja önöket szeretettel az egyházközség. És ajánlanám még a Fekete István Szabad Egyetem következő előadásait, hiszen minden hónap közepe táján itt egy csütörtöki napon este 6 órakor van előadás, ez pedig a következő hónapban november 21-én dr. Körösi Mária egyetemi tanár, docens, ha jól tudom, fog előadást tartani politikai földrajz nemzetünk lehetőségei címmel, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel ide. Továbbá október 23-án rendhagyó módon a hegyvidéki Turul-szoborhoz kényszerülünk vonulni, méltó és illő megemlékezés mellett tüntetni is a Turul megmaradásáért, hiszen
bár a kutya ugat, de a turul marad. Azt gondolom, ezt nem csak mi valljuk így, hanem sokan, még oly sokan, hogy soha nem látott mértékű, több mint 20 hazafias szervezet összefogásával tartunk egy erődemonstrációt a turulszobor védelmében. Úgyhogy ehhez várunk mindenkinek a részvételét, kiállását. Október 23-án itt a szomszédos 12. kerületi hegyvidéki turulszobornál, a Böszörményi út 1 számnál, a Turul téren, ha fogalmazhatunk így. És este, vagy délután 3 órától, október 23-án lesz tehát ez a következő gyűlésünk. Én köszönöm szépen, hogy ma megjelentek. Ha jól látom, a Magyar Életvédő Egyesület kiadványai is megvásárolható könyveit a bejárat mellett, illetve a bejárattal szemközti Nagy Magyarország térkép alatt a szokásos adománygyűjtő ládánkat elhelyeztük. Hát ha már mi épp emléktalálkozóról beszélünk, a Győri Bélának talán leggyakrabban idézett bibliai mondata volt, hogy megáldja az Úr a jó lelkű adakozót. Hát köszönjük szépen!